Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 20-40%-kal csökkentette volna 300 munkavállaló bérét az Éjjel-Szekszárd, a téma újra tárgyalásán már részt sem vettek. Sétapálcával a Tiszta Városért megalakult a Szekszárdi Sétapálca civil kör. A vártnál jobb évet zárt Tamási, a nehézségek ellenére kimutatható a fejlődés. Dombóváron kiemelten fontos a sport, 33 ifjú sportoló vehette át a városdíját. 20-40%-os bércsökkentést szavaztak meg a hivatali dolgozóknak az Éjjel-Szekszárd tagjai karácsony előtt, majd a megismételt voksolásra már nem is voltak hajlandóak elmenni. A döntésük miatt januártól közel 300 munkavállaló keresett volna sokkal kevesebbet, mint eddig. A kormánypárti képviselők ezért az előterjesztés újratárgyalását kezdeményezték, ám az Éjjel-Szekszárd tagok közül senki nem jelent meg az emiatt összehívott rendkívüli közgyűlésen. Ennek ellenére sikerült elfogadni a határozati javaslatot, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók jövőre sem kapjanak kevesebb juttatást, mint eddig. Egyetlen napirendi pontot tárgyalt volna a Tolnai megyeszékhely közgyűlése szerdán, azt, amit az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai néhány nappal korábban kétszer is elutasítottak, és ami lehetővé tette volna, hogy a hivatali dolgozók bére jövőre ne csökkenjen 20 vagy akár 40%-kal. Csak hogy az észtagoknak fenntartott székek most üresek maradtak, egyikőjük sem volt hajlandó ismét voksolni az ügyről, pedig a döntéstől közel 300 munkavállaló jövő évi fizetése múlott, ami így a hamarosan esedékes januári kifizetésekkor már jóval kevesebb lett volna, mint addig. A hivatali dolgozók illetmény kiegészítését a kormánypárti képviselők Zaják Rita tanácsnok és Ács Rezső polgármester igen szavazatával mégis el tudta most fogadni a közgyűlés. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondja, felháborító az Éjjel-Szekszárd viselkedése. Ez abszolút tisztességtelen a dolgozókkal szemben, ugyanis ez arról szól, hogy a hivatalban dolgozó munkavállalók a bér kiegészítésüket, az nem kevés, a felsőfokú végzettségűeknek 40%, középfokúnak 20%, ezáltal elveszítenék. A kormánypárti politikus szerint az Éjjel-Szekszárd a fizetés csökkentések megszavazásával bosszút akart állni egy néhány perccel korábban általuk kezdeményezett előterjesztés leszavazása miatt. Murvai Árpád ugyanis háromszor több pénzt akart az általa vezetett Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságnak jövőre kérni a közgyűléstől, mint eddig. A mostani 32 millió helyett 90 millió forintos keret megszavazását kezdeményezte. A többség szerint viszont nem indokolt ekkora összegű emelés, ráadásul úgy, hogy a 2022-es költségvetés még kész sincs. Gondolom, hogy ez egy kicsinyes, gyerekes játék volt. Én nagyon örülök neki, hogy a mai közgyűlés megtörtént, megtartottuk, és a dolgozóknak a bére januártól az eddig megszokott szinten mehet. A szekszárdi közgyűlés legközelebb 2022. januárjában ül össze. 3586 új megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.237.330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 38.307 főre emelkedett. 4.827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 545-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.246.000-en kaptak. Tolna megyében 93 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 26.089-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. December 22-én megalakult a Szekszárdi Sétapálca kör. Baltavári István, a Szekszárdi Hulladékkommandó alapítója, ezzel az új kezdeményezéssel arra szeretné sarkalni a város lakosait, hogy sétálás közben a szemétszedésre kialakított eszköz segítségével tisztítsák meg az utcákat az eldobott hulladékoktól. A kezdeményezéshez már nyugdíjas szervezetek is csatlakoztak. Én azt gondolom, hogy ez egy eredeti gondolat, és nagyon-nagyon-nagyon szépen kérek mindenkit, álljon mellé!
Baltavári István, a szekszárdi hulladékkommandó nyugdíjas aktivistája, épp a szemétszedő sétapálca hasznosságáról beszélt a december 22-én tartott sajtótájékoztatón. Ezen a napon alakult meg a szekszárdi sétapálcakör. A társulás célja, hogy a szemétszedése kialakított eszköz használatával tisztábbá varázsolják a várost egy-egy séta során. Baltavári István azt is elmondta, hogy sokkal eredményesebbnek tartja, ha minden nap teszünk a környezetünk tisztántartásáért, mint ha alkalmanként egy-egy szemétszedő akcióval összeszedjük az elszórt hulladékokat. Először azt szeretnénk, hogy belévódna a szekszárdiakba az, hogy egy sétapálca lógjon az előszobába, és amikor megyek sétálni, kutyát, vagy bármit sétáltatni, akkor fogjam, vigyem magammal, és csak kettő darab szemetet szedjek össze minden ilyen körúton, és akkor már tisztább lesz a város, és valamilyen komoly eredményt értünk el. A sajtótájékoztató jelenlévő nyugdíjas szervezeteket az ötletgazda arra biztatta, hogy alakítsanak úgynevezett sétaköröket. Mint a saját példáján keresztül részletezte, barátaival, feleségével szokásos esti sétájukra magukkal viszik a hegyes végű pálcájukat, amelyre feltűzik és kidobják az útjukba kerülő szemetet. Tegnap előtt este történt, hogy én minden este sétálok a pálcámmal. Megvan a három körünk, és mindig kiválasztjuk, hogy időnek megfelelő melyik. És mikor harmadik papírzsebkendővel kínlódtam ott az egyik bokor tövébe, akkor egy aranyos hosszúhajú lány odajött, és megsimogatta vállam, és azt mondta, hogy köszönöm. Már ezért érdemes volt a sétapálcát kitalálni, mert akkor én már befejezem, mert én már megkaptam a jutalomat érte ettől a hölgytől. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, örül a kezdeményezésnek, hiszen a városvezetés is látja, hogy mindennapos a harc a szemetelőkkel szemben, és szükség van ezekre az ötletekre. Helyszínekre megyünk ki, és nyitott szemmel járunk, üres szemétgyűjtőkályhák, üres konténerek, és mellette rengeteg elhullajtott szemét van a közvetlen környezetébe. Mi lenne akkor, hogyha be lenne dobva a kukába, be lenne dobva a gyűjtőkehelybe, nem kellene plusz költséggel, plusz emberekkel, ezekkel a munkákkal foglalkozni. Egyelőre 60 darab sétapálca került legyártásra, de a jövőben szeretnék ezt a számot megsokszorozni és eljuttatni bárkinek, aki szívesen részt venne a településük tisztántartásában. A sétapálca iránti igényt a szekszárdi hulladékkommandó Facebook oldalán lehet jelezni. Tovább csökken a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Az év 50. hetében mért adatok alapján adta ki ezt az információt a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hozzátették, hogy az átlag koncentráció azonban még mindig jelentős. A mintavételi helyek egyik fele stagnáló, másik fele csökkenő tendenciát mutat, egy város esetében pedig enyhén emelkedő tendencia tapasztalható. A vizsgált szennyvízminták közül 9 helyszín az emelkedett, míg 13 település, ahogy Szekszárd is, a mérsékelt koncentráció tartományba esett. A szerdai kormányülésen újabb fontos döntéseket hozott meg Magyarország vezetése, jelentette be Orbán Viktor Facebookon közzétett videójában. Elmondta, az egyik legfontosabb kérdés ma az áremelkedés, az infláció kérdése. A miniszterelnök hozzátette, ez a probléma egész Európát érinti, Magyarország azonban tovább védekezik és védi a családokat. Emeljük a minimálbért, a nyugdíjakat, fenntartjuk a rezsicsökkentés politikáját, és rögzített árat vezettünk be az üzemanyagok esetében is, de az infláció más területeket is érint, például a korábban felvett hiteleknek a kamatait, ezért új védelmi vonalat kell megnyitnunk, pontosan fogom mondani, lakossági kamatstoppot vezetünk be, október végi szinten rögzítjük a jelzálog alapú hitelek kamatait, az intézkedés január elején lép hatályba és az első fél év végéig tart, és ez azt jelenti, hogy a februári törlesztő részlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak, mert Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra. A vártnál jobb évet zárt Tamási, mondta évértékelőjében Porga Ferenc, a város polgármestere. A tervek szerint január végén már részlegesen újra fogad vendégeket a nemrégiben tűzkárt szenvedett fürdő. A jövő évtől induló Top Plus program forrásait elsősorban a lakótelepek korszerűsítésére kívánja fordítani a város. A Covid-járvány miatt nehezebb gazdasági évvel számoltak Tamásiban, mondta Porga Ferenc polgármester. Ezzel szemben a második fél év eredményei túlszárnyalták a várakozást, így nyugodtan tervezhetik a következő évet. 2021 tragikus eseménye a turisztikai szempontból is zászlóshajó Tamási fürdőben keletkezett tűz volt.
A helyreállítás munkái megkezdődtek, így várhatóan jövő év elején már részlegesen fogadhatja a vendégeket. A helyreállításra, a tűzkár helyreállítására valószínűleg a megoldás az lesz, hogy a régi fürdő felújítással egybekezelendő az új fürdő épületének a felújítása is, tehát egy projekt keretében ezt nagy valószínűséggel meg tudjuk oldani. A jövő tervezésében már kiemelt szerep jut az elinduló TOP Plus programnak, melynek lehetőségeiből elsősorban a lakótelepi városrész korszerűbbé tételét tervezi Termási város vezetése. Itt nem magára a társasház épületére gondolunk, hisz ebből a forrásból azt nem lehet, azt nyilván a lakóknak maguk kell majd rendezni, sok helyen szépen alakítják is, hanem az utakat, a járdákat, a zöld felületet, a játszótereket, a Móricz Zsigmond lakótelepen a vízelvezetést, mind a két lakótelepen a parkolást. Első számú prioritás tehát a lakótelepeknek a rendbetétele. A jövő esztendőben kezdődik a katolikus iskola negyed kialakítása is. Ennek célja, hogy olyan magas színvonalú oktatási komplexum alakuljon ki, mely a város és környékének gyerekei számára ad alternatívát a továbbtanulás területén, és ezzel ez valamennyire a helyben maradást és a régióhoz való kötődést is szolgálja. Kerékpárút épülhet Fácánkert és Tolna között. A Fácánkerti önkormányzat megkereste a Tolna vezetőségét, hogy együttműködésre kérje fel a két települést összekötő kerékpárút megépítésénél. Erre a beruházásra a falu önkormányzata nyújt majd be pályázatot, de Tolna városának is fontos, hogy a településre kerékpárral érkezők biztonságosan jussanak át. Tolna közigazgatási területén van ennek egy jelentős része, ennek a tervezett kerékpárútnak. Nyilván utána az üzemeltetést mi Tolna részéről át fogjuk venni, de én azt gondolom, hogy egy városnak kutya kötelessége a környező településekkel együttműködni, hiszen nagyon sokan jönnek Fácánkertből ide akár iskolába dolgozni, tehát nagyon fontos az, hogy biztonságosan kerékpárral meg tudják közelíteni a települést. A volánbusz járatai is módosulnak az ünnepek alatt, erről tájékoztatta utasait saját honlapján a szolgáltató. Felhívták a figyelmet arra is, hogy szenteste, karácsonykor, szilveszterkor és az új év napján több járat sem közlekedik. December 24-én, szabadnap szerint, 25-én és 26-án munkaszüneti nap szerint, 27-től 31-ig tanítási szünetes munkanap szerint közlekednek az autóbuszok. Ezen kívül egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően is közlekedhetnek. Felhívják a figyelmet továbbá arra is, hogy az utasok indulás előtt lehetőleg minden esetben látogassanak el a www.menetrendek.hu oldalra, és bizonyosodjanak meg a járat érkezéséről. A 2021-es évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó utánpótláskorú sportolókat jutalmazták Dombováron. Az esemény kapcsán Pintér Szilárd azt mondta, a sport kiemelten fontos terület a város életében. Nem véletlen, hogy a jövő évi fejlesztések központjában is egy sportkomplexum építése áll. A város elismerését 33 fiatal vehette át. Szalai Zóra 1500 méteres síkfutásban nyert országos bajnoki címet. Ő volt az egyik a 33 utánpótláskorú kitüntetettből, akik kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak ebben az esztendőben. A Dombováron idén alakult sportszövetség javaslatára a legkiemelkedőbbek vehették át az elismerést. Szabó Csaba elnök azt mondja, a sportszövetség létrejöttével szakmai kézbe került a sportirányítás a városban, hiszen a város vezetése minden fontos kérdésben a szövetség állásfoglalására hagyatkozik. Ez a sporttal való törődést jelenti a város részéről, tehát a város így az érdemi dolgokkal tud foglalkozni, ami a sporttal kapcsolatos előkészítési tevékenység, az pedig azokra bízza, akik ebbe a témába otthon vannak. Pintér Szilárd polgármester is megerősítette, a sport továbbra is kiemelt fontosságú terület a jövőbeni tervezésben. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb beruházás is ezt a cél szolgálja majd. Kiemelt projektként kezeljük a térségi sport és szabadidő centrumot, ahol még tovább szeretnénk javítani a sportolási lehetőségeken. Ezek az is kiemelkedő lenne az úszoda, hiszen úszóink is kiváló eredményeket érnek el, most a körülmények ellenére is. Nagyon fontos, hogy ez a sportélet aktív és maradjon Dombováron, és mindig több fiatal kapjon kedvet a sportoláshoz. A legutóbbi olimpia bizonyíték arra, hogy vidéken is magas szintű sportélet zajlik, hiszen Dombováról is két fiatal részese volt a játékoknak. A most díjat átvett versenyzők többsége is korosztályának megfelelő válogatott szint közelében teljesít. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Üdítő kávé édesség.
A mentőszolgálat munkatársait ajándékozták meg a Baranya Segít programban. Halvásárlás és árak. Idén is népszerű a szenteste hagyományos étel alapanyaga. Német nemzetiségi tanösvény Pécsváradot és környékét mutatják be. A mára-már hagyománnyá vált gesztussal zárja az idei évet a Baranya megyei önkormányzat. A koronavírus miatt elindított Baranya Segít program keretében üdítővel, kávéval és édességekkel kedveskednek a mentőszolgálat és a házi orvosi ügyeletek munkatársainak. Emellett karácsonykor és újévkor ünnepi menüt szállítanak ki valamennyi orvos, ápoló és asszisztens számára a megyében. Multivitaminos üdítők, kávé és édesség tölti meg ennek az autónak a csomagterét. Mindezt a pécsi mentőszolgálat munkatársai kapták ajándékba a Baranya megyei önkormányzattól. Őri László elnök elmondta, hogy folytatódik a 2020-ban elindított Baranya Segít program. Ennek keretében ilyen adományokkal szeretnének kedveskedni az egészségügyi dolgozóknak, akik a koronavírus járvány kezdete óta megfeszített tempóban dolgoznak. Emellett idén is készülnek meglepetéssel karácsonykor és újévkor is. Ünnepi menüt juttatunk el a mentőszolgálat ünnepi időszakban szolgáltat teljesítő kollégái részére, illetve az idei évben a háziorvosi ügyeletben szolgáltat teljesítő háziorvosok, asszisztensek és ápolók részére is eljuttatjuk azt az ünnepi menüt, amely a hagyományos magyar ízvilághoz igazodó ételeket fog tartalmazni. A járványhelyzet idején sok nehézséggel nézett szembe az országos mentőszolgálat. Dr. Buda Péter regionális igazgató úgy fogalmazott, Pécset egy plusz mentőszolgálatot hoztak létre. Annyi autóval, emberrel, személyzettel kellett számolni naponta, majdnem amennyi a mentésben, a normál esetben ez mindennapossá vált. Úgyhogy egy párhuzamos mentőszolgálatot építettünk ki. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy nagyon jó és nagyon becsületes munkát végzett a mentőszolgálat. A mentősök mellett a házi orvosok is részesülnek a megyei önkormányzat ajándékaiból. Dr. Princ János ezt megköszönve azt mondta, különösen fontos gesztus ez azoknak, akik az ünnepeket nem a családjaikkal töltik, hanem az ügyeletben dolgoznak. 10-nél több ügyelet működik Baranya megyében, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet, ahol közel 40 kolléga teljesít egyszerre szolgálatot, és így az 5 nap alatt mintegy 200 ebéd kerül így neki kiosztásra, ezzel talán egy kicsit komfortosabbá tudják tenni az ő egyébként hát elég forgalmas ügyeletét. Az ünnepek idején mintegy 550 adag ételt szállítanak ki a mentőszolgálat kötelékében és a házi orvosi ügyeletben dolgozó orvosok, ápolók, asszisztensek részére Baranya megyében. A pontyot szeretjük, ezt már megszoktuk, mondta egy pécsi férfi stábunknak, akit arról kérdeztünk, milyen halfajtát vásárol karácsony közelettével. Az egyik legnépszerűbb pécsi üzlet tulajdonosa is azt tapasztalja, hogy a legtöbben ezt a fajtát keresik, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend az afrikai harcsa is. Hagendorn József szerint, bár idén emelniük kellett az árakon, egyre többen fogyasztják ezt az egészséges húsfélét. Hosszú sor áll az egyik pécsi halbolt ajtajánál. Nem véletlen, hiszen a karácsony közelettével sokan vásárolnak ilyen húsfélét. Pontyot szeretnék venni tisztítva. Ez minden karácsonykor, ez a menü? Hát általában igen. Milyen szempont alapján választ halat? Hát ezt szeretjük, ezt megszoktuk. Élő, kizsigerelt és fagyasztott halat is árulnak ebben az üzletben, amit sok pécsi már jól ismer. A tulajdonos Hagendorn József azt mondja, korábban december 18-a körül érkezett nagyobb vásárlótömeg, idén azonban már 3 hete legalább ekkora a forgalom. Külön örül annak, hogy úgy tűnik emelkedik a halfogyasztás aránya, bár ebben az évben változtatniuk kellett az árakon. A legnagyobb probléma az, hogy a termelői áremelés az megviselt bennünket is, és az, hogy idáig azzal voltunk, hogy jó, már jobb lesz a fogyasztásunk, mármint a halfogyasztásunk, sajnos most megint rá kellett emelnünk a halak árára, ami egyébként sem volt idáig sem olcsó, tehát nem a legolcsóbb, nem csirkeszárnyhoz vagy csirkefarhához lehetett hasonlítani. A legtöbben még mindig a népszerű pontyot választják, amiből halászlé készül. Most azonban egy másik halfajtát is sokan vásárolnak, ami változatos módon használható fel, véli a szakember. Ez az afrikai harcsa. Én már csináltam belőle töltött paprikát, csináltam belőle már töltött káposztát, brassóit, saslikot, tehát mindent meg lehet belőle csinálni.
mármint főzni, tehát mindenféle ételt lehet belőle főzni. Ez hatalmas siker lesz majd. Az afrikai harcs az hatalmasat fog hasítani az elkövetkezendő időkben. Le fogja túrni a pontyot is majd egy idővel, mivel nincsen benne szálka, nagyon ízletes. Igaz, pár száz forinttal többbe kerül, mint az ilyenkor megszokott hagyományos halfajták, de nagy sikere lesz az afrikai harcsának, tette hozzá Hágendorn József. Hét állomáson keresztül mutatja be Pécsvárad és a környező falvak történetét, lakosságát, legendáit a legújabb német nemzetiségi ösvény. Az átadó ünnepségen mások mellett köszöntőt mondott Engländerné Hokkibolya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke, valamint Hargitai János miniszteri biztos, a terület országgyűlési képviselője. A magyarországi németek országos önkormányzata kezdeményezte, és a Németországi Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumának támogatásával valósítja meg a német nemzetiségi tanösvényhálózat létrehozását. A néhány száz méter hosszú tematikus utak rendkívül népszerűek, és egyre több település vállalja helyi értékei bemutatását tanösvénytáblákon, interaktív elemeken és kísérő füzetek segítségével egyfajta látványosságként. A pécsváradi német nemzetiségi tanösvényt december 21-én adták át a nagy közönségnek. Tulajdonképpen kultúra megőrző, ez a legfontosabb eleme, amellett, hogy aztán nyilván turisztikai látványosság is, de az is arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott településen évszázadok óta német nemzetiség él. Fontos számunkra az, hogy az adott település németségét mutassa be mindig a tanösvény, tehát nem klisét, nem általánosságokat, hanem kimondottan, ami arra a településre jellemző, mint ahogy ezen a tanösvényen is majd lehet látni, hogy egy kisváros élete, ahonnan a környékről nagyon sok német beköltözött. Egy vidéki kisváros, ez a címe a pécsváradi német tanösvénynek. A települést azt teszi egyedivé, hogy a helyi németség nem homogén, hiszen több mint 800 éve létezik, és újra és újra hatással voltak rá az újonnan betelepültek. Amikor István elkezdi az államszervezést, vagy folytatja apjának az államszervezését, akkor olyanokra épít, akiknek ebbe tudásuk van. És ezek általában nyugatról németül beszélők, német nyelvterületről érkezők voltak, és ők már Pécsvárad térségében akkor megtelepedtek, tehát körülbelül jó ezer évvel ezelőtt. Ez a hely az ezért fontos, mert itt lehet tudatosítani azt, hogy az államiság kezdete óta a hazai németek a magyarokkal együtt élnek, és építik ezt az országot, ez nagyon fontos. Pécsváradon a helyi németség nyelvjárása, viselete, hagyományai sem egységesek, és sosem voltak azok. A helyi élet meghatározó szereplői voltak a kézművesek és a hivatalnokok, és Pécsvárad kistérségi központként mindig is jelentős hatással volt a környező falvakra, miközben azok is folyamatosan alakították magát a kisvárost. A tanösvény tematikáját ezek a jellegzetességek adják. Minden, ami Pécsváradon történt, az hatással volt a zengő aljára, a zengő környékére is. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 20-40%-kal csökkentette volna 300 munkavállaló bérét az Éjjel-Szekszárd, a téma újratárgyalásán már részt sem vettek. Sétapálcával a Tiszta Városért megalakult a Szekszárdi Sétapálca civil kör. A vártnál jobb évet zárt Tamási, a nehézségek ellenére kimutatható a fejlődés. Dombóváron kiemelten fontos a sport, 33 ifjú sportoló vehette át a városdíját. Pénteken, Szenteste napján tovább erősödik a délnyugati szél, enyhülés kezdődik. Eleinte átmenetileg lecsökkenhet a felhőzet, a nap is előbújhat, majd délután ismét vastagodó felhőtakaró valószínűbb. Elszórtan előfordulhat időszakos szemerkélés, szitálás. Szenteste és éjszaka országszerte erősen borús, felhős idő várható, elszórtan eső is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!